Nem kellett volna becsuknom. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a 2022-es decemberi összegzésem. Mert hogy az még nem volt meg, nyilván, és ez ugye mindig olyan, hogy átcsúszik 2023-ra, nem kell szerintem túlmagyarázni. Szóval nézzük is, decemberben mindig többet olvasok, de csak azért, mert eleve a Grinch újraolvasás az mindig plusz egy könyvet hozzányom. És olvastam egy csomó rövid könyvecskét, úgyhogy így 8 könyvet olvastam decemberben. De hát akkor nézzük is, hogy mik voltak ezek, és milyenek voltak. Legegyszerűbb, ha kezdem azokkal, amiket nem fogok tudni mutatni. Az első ilyen, az Frederick Bachmantól volt, a The Deal of a Lifetime, aminek azt hiszem az a magyar cím, hogy Életed üzlete? És én ezt fullosan nem tudtam, hogy ez egy karácsonyi könyv, ha Emma nem mondja az egyik podcast epizódunkban, mert hogy ennek a magyar borítójáról nem vágtam volna le, hogy ez egy karácsonyi könyv. És az gyakorlatilag, nem tudom, ez egy 45 perces hangos könyv volt, amit végülis azért hallgattam meg, mert pont amikor olvasni szerettem volna a vonaton, nyilvánvalóan a vonaton lekapcsolták a lámpákat. Pedig mindig föl vannak kapcsolva. Csak akkor nem, amikor pont olvasni szerettem volna, nem hangos könyvet hallgatni, úgyhogy gyorsan letöltöttem ezt a hangos könyvet is scriptben, hogy tudjam hallgatni, úgyhogy ki is hallgattam, nyilván ugye elég rövidke volt. És ez gyakorlatilag arról szól, hogy egy férfi így, nem is tudom, végigveszi az életét, miközben a kórházba jár, ahol megismerkedik így daganatos kislánnyal, azt hiszem, hogy igen, rákos a kislány, és nem is tudom, mindig látja a halált, vagy hát nem is a halált, hanem egy a kaszást megtestesítő nőt, aki követi, és őt, meg a kislányt, vagy őt követi igazából. Nehéz, annyira rövid ez a könyv, hogy nehéz úgy összefoglalni, hogy mi történik benne. A lényeg az, hogy ez a férfi így számot vett az életéről, visszamenőleg megtudjuk, hogy akkor ő milyen is volt, és hát megköti élete üzletét, miután megismerkedik ezzel a kislánnyal. Igen, Bachmanhoz híven kés a szívbe, de igen, szóval nem tudom, az a... ezt levesszük. Most leszek rosszul megint. Szóval... az a helyzet, hogy annyira rövidke volt, és kicsit így nehezen tudtam bevonódni a sztoriba, úgyhogy nem tudom, akkora hatás most ez nem gyakorolt rám, de ugye amúgy jó volt. És hát karácsonykor játszódik azért karácsonyi kötet. És a másik, amit nem fogok tudni mutatni, az az Holiday by Gaslight című kisregény. Ez egy ingyenesen letölthető e-könyv volt, Amazonon ingyenesen el lehetett érni, és ezt Avilda miatt tudom, mert hogy ő így kirakta, és akkor nyilván ingyenes e-könyv, akkor letöltjük egyből. Ráadásul karácsonyi volt, és ugye ilyen viktoriánus korban játszódik, úgyhogy letöltöttem, és el is olvastam. Ez egy ilyen karácsonyi, viktoriánus korabeli romantikus romkom volt gyakorlatilag, ami ilyen nagyon kis... Jól esett a lelkemnek ez a kötet. Miről szoktak ezek szólni? Nyilvánvalóan férjhez kell menni. Lehetőleg minél gazdagabb férjhez, és a főszerep, vagy igazából két narrátorunk van, a férfi meg a csaj, és az egész onnan indul ki, hogy ők először, a lány először felbontja az eljegyzést annak okán, hogy a fiatal emberünk az nem túl beszédes, mert hát könyvből tanult udvarolni, ami nem volt túl jó tanács a könyv. Nem adott túl jó tanácsokat, és akkor végül is megpróbálják újra, és közben elmennek a lány szüleinek a családi házába karácsonyozni. És egy ilyen nagyon kis cuki, fluffy, romantikus történet volt. Az egyetlen kivetnivalóm az, ami a romantikus könyveknek a betegsége, hogy ezekben a férfiak mindig morognak. Miért? Miért morognak? Tehát nem az, hogy ilyen morgósan beszélnek, morognak, torok hangon, nem tudom, ilyen hangokat adnak ki a könyvekben, és én... Miért? Ez lehet az én hiányosságom, hogy én még nem találkoztam morgó férfival, aki így morgott volna ilyen szexuális feszültséges pillanat, tehát miért morognak? Miért morognak?
És miért röhögsz rajtam, Emma? Azért, mert azok a nők, akik ezt írták, azok biztos a szépség és a szörnyeteggel érték meg a szexuális fölébredésüket. Nem értem ezt a morgást, hogy ez miért, és mindig morognak, tehát akármit olvasok, és tehát egy alapesetben nem, de hogyha mondjuk tényleg ilyen szexuális feszültséges jelenetet írnak a szerzők, mindig morognak, ilyen mély, tehát így beszél a férfi, és utána elmélyíti a hangját, és akkor ilyen morgós hangon beszél a csajhoz, meg így csak úgy morog egyet, ami valamiért nagyon szexinek kéne, hogy találjam, de én csak elröhögném magam abban a pillanatban, vagy így néznék, hogy hol érzed magad? Kérsz egy, nem tudom, torokfertőtlenítő tablettát, vagy valamit? Tehát, hogy nem értem. És nem is fogom megérteni, úgyhogy mindegy, ezen csak így megpróbálok túl lendülni. Ezen kívül egyébként teljesen élvezhető és jó volt, úgyhogy igen. Úgyhogy köszi a Vilda, hogy kiírtad, hogy ingyenes, mert egy tök jó élmény volt ez a kis regény. Nem tudom, ilyen 200 oldal körül lehetett, vagy 150-200 körül, nem tudom pontosan. De jó volt, csak nem morognának benne a pasit. Nem értem. Oké, és akkor áttérhetünk azokra, amik... rendes könyvek, és teljesen ki fogok futni az időből. Szóval, következő, amit elolvastam, folytattam a Wings of Fire második felvonását, az Escaping Peril-lel. Ez azért volt kicsit mondjuk úgy, hogy furcsa kötet ebben a sorozatban most, hogy Peril nem tartozik most bele talán a proféciába, bárki tudja, még lehet, és Peril már az első sorozatban is benne volt, mint karakter, mellékkarakter, és egyébként tök érdekes volt most, hogy az ő fejébe másztunk bele, és itt teljesen más szemszögből tudtuk látni a többi sárkányt, ami kicsit fura volt, meg kicsit nem tudom, Peril szemszögéből nézve egészen máshogy jöttek le a karakterek egyébként. És hát nyilván a kötet végére most már majd jönnek a bonyodalmak, minthogy igen, történt valami a kötet végén, ami miatt meg fogja indítani igen a lavinát. És hát végre Scarlett királynő is megkapta, amit megérdemelt. Úgyhogy jó volt továbbra is, úgyhogy már csak két kötettel vagyok. Már csak két kötet kell ebből a felvonásból, és akkor ezt a felét is kiolvastam a sorozatnak, és akkor már csak a következő, csak ki tudja, mennyit fog még írni Tuiti Sutherland, de hogy a következő etapban majd folytatom. Aztán elolvastam a Libri, ugye kiadta idén diszkötetben a Diótörőt, és hozzácsaptam a karácsonyi könyvek rendeléséhez, mert szép, lila, amúgy nem érdekelt volna különösebben engem a Diótörő, ezután se érdekel különösebben a Diótörő. Én azt mondanám róla, hogy ez egy horror könyv volt leginkább. Nem olvastam még Hoffmantól, nem is akartam olvasni Hoffmantól, hogy őszinte legyek. Azt hiszem az Arany virágcserép az, amit még ő írt, és azt tanultuk, de nem olvastam egyébként, ám meg talán nem is volt kimondva, hogy el kell olvasni. Az is egy elég WTF könyvnek hangzott, de így elolvasva a Diótörőt, ez is egy elég WTF könyv volt. Én azt tudom mondani, hogy szerintem ez is tipikusan olyan, hogy vagy tetszik, vagy nem. Nekem az nem feküdt, ráadásul ugye ez egy gyerekkönyvnek van kimondva, és így felnőttként is elég fura volt, de hogy gyerekként én mit éltem volna át, ha hallom ezt a sztorit? Oké, lehet az én bajom, hogy a Barbie-n nőttem föl. Néha, de nagyon nehezen tudtam helyeken követni is, hogy mi van, és nem. Hoffman nem az én emberem, szerintem ezt így elkönyvelhetem ezek után, és ez a sztori az eredetie sem az én, nem tudom. Nem. Nekem jó lesz a Barbie mese is. A balettot meg nem láttam. Úgyhogy ennyi. Igen, szóval... Amúgy nagyon kis szép meg minden, de hogy... Tényleg, ha nem ilyen szép lila kiadása van idén, nem vettem volna meg és nem olvastam volna el. És annyira nem éreztem át belőle a karácsonyi szellemet sem. Úgyhogy... Nem jött be. Következő, Travis Baldry-tól a legendás Latték, ami egy tavaly évvégi megjelenés, amiről szerintem már mindenhol elmondtuk, de ezt Esting fordította. És nyilvánvalóan ez is egy pluszpont volt amellett, hogy elolvassam ezt a könyvet, illetve ez egy cozy fantasy. Ez egy high fantasy kötet,
amiben Viv, a harcos orknő, ott hagyja a harcos életmódot, és nyit egy kávézót. És erről szól, tehát ez a könyv ennyiről szól, semmit, jó, nem azt mondom, hogy semmit többről, de hogy a fő cselekménye az az, hogy Viv nyit egy kávézót. Ez történik benne, és szerez egy csomó barátot, miközben megnyitja azt a kávézót. És ez egy olyan csodálatos könyv volt, hogy arra nincsenek szavak. Rengeteg kávéval és fahéjas tekercsel. Mindenki kedvenc szereplőjével, Gyűszűvel, tehát Gyűszű csodálatos. Meg mindenki más is, szinte mindenki más is csodálatos volt ebben a könyvben. Nagyon-nagyon élveztem, és ezért idén elindulok a kózi könyvek vonaton, mert hogy Becky Chambers-el indítottam az évet, és Becky Chambers is elvileg ilyen nagyon kózi könyveket ír, úgyhogy minden mennyiségben jöhetnek nekem a kózi történetek, mert nincs igényem jelenleg arra, hogy szenvedjünk. Néhány könyvben tudom, hogy ez ilyen kötelező történetelem, meg kell egy kis szenvedés, hogy tudjon haladni a sztori, de most nem érzem, hogy ez kell nekem. Most csak ilyen megyek az áramlattal, élvezem az életet. Néha jönnek kisebb bonyodalmak, de azokat megoldjuk viszonylag jól, és így megyünk tovább, és minden happy, minden jó, szóval. Erről egyébként van egy nagyon jó kis kibeszélünk, amit ide be fogok linkelni Zsófi csatornáján, ugyanis neki a Quiltback könyvklubjában volt közös könyv decemberben, ha sikerült kimondanom jól. Úgyhogy ott még jobban kivessézzük az egészet, úgyhogy igen. Szóval ez egy nagyon kedves könyv, hasonlóan a TJ Klub könyveihez, csak ez még kedvesebb. Tehát én a live-ban is mondom, hogy TJ Klub is ugye már ilyen kózi kategória, de hogy TJ Klub egy kicsit azért még fáj, ez annyira nem. Tehát hogy ez még annyira se fáj, mint mondjuk TJ Klub könyvei helyenként. És minden egyes alkalommal, amikor Gyűszű kapott egy bögre kávét, és örült a bögre kávéjának, elsírtam magam, mert Gyűszű annyira csodálatos, és olyan aranyosan tudott örülni a kávéjának. Én is szeretnék ennyire. Én is ennyire szoktam szerintem örülni a kávémnak, de hogy Gyűszűnek ez elég volt, és mindegy, csodálatos ez a könyv, olvassatok legendás lattékat. De hogy senki ne várjon tőle ilyen világ, tehát ebben nincs világmegmentés, ebben nincs, ez ilyen kis könnyed. Jó. Jó neked, jó lesz, hidd el! Következő a BookTube könyvklub újramondásos esti mesés tematikájú volt decemberben, és a Klaus volt az egyik könyvünk, úgyhogy én újraolvastam, de ezt konkrétan most olvastam először, mert eredetileg én ezt angolul olvastam, és azóta ezt jó voltából nekem meglett a magyar kiadása is, ami csodálatos, csodálatos, csodálatos az a kötet. Bár a izémet nem nagyon látszódik benne, de ott van. Szóval az exlibrisem az nehéz volt belenyomni, mert nem akartam a képet elrontani. Olyan szép. Igen. Klausról szerintem már zengtem ódákat ezen a csatornán, úgyhogy nem teszem meg újra. Olvassatok Klaust, Mikulás eredet történet, de belinkelem a BookTube könyvklubos kibeszélőt is azért, hogyha ott van. Van ebből is kibeszélő, úgyhogy ezt is részleteiben meg tudjátok hallgatni. Szerintem még lesz is videóm, amiben beszélek a Klausról. Aztán szokásos újraolvasásom minden karácsonykor Dr. Seuss-tól a Grinch. Ezt nem fogom tovább magyarázni, a Grinch-et minden karácsonykor elolvasom, úgyhogy amióta van decemberi összegzés a csatornán, azóta a Grinch benne van abban. És az utolsó könyv, amit kiolvastam a hónapban, az a Daisy Jones and the Six volt Taylor Jenkins Reid-től. Ez a könyvmajképzőtől volt egy recenziós példányom, amit ezúton is nagyon szépen köszönök. Illetve erről csináltam egy olvasó vlogot is, ami, ha minden igaz, ezelőtt a videó előtt fog kimenni, szóval ide be fogom linkelni. Abban jobban beszélek róla. Igazából tetszett, maga a kötet arról szól, hogy hogyan áll össze a Daisy Jones és a The Six nevezetű banda, és hogy aztán hogyan bomlanak föl rejtélyes körülmények között a karrierük csúcsán. És az a kötet különlegessége még, hogy ilyen interjús a formátuma, és nagyon könnyen és gyorsan olvasható. De a vlogban jobban kifejtem a dolgokat, úgyhogy lehet várni a sorozatot belőle. Szóval én ezeket a könyveket olvastam még ki tavaly decemberben. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki decemberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!